Nimm mal. Alter, da. Na. Figyelj! Mit fényképezgetsz? Ki kérdezi? Ha én. Ez ki? Várj meg. Érted, mit kínál neked, Gabán Márcsi? Pupa! Rád ugrik, fiatal, figyelj. 22, de tényleg, Max. És gyönyörű, és érett, egyetem is a mai lány. Magyató! Figyelj, tudod, mi az, hogy egy csupasz. Szerintem borotvája. Serdő, semező, csupasz domb. Ilyen ez nekem orrom van. Na és mit kell neked tenned? Na mi? Semmi. Beszélsz magadról. Szevasz, szevasz, Ingikém. A terveidről, a tigrisről. Ilyen szociológiai dolgok ezek. Na, ő meg boldog lesz a riportjával, hogy mi a faszom, mert ilyet, mint ez, ilyen szaros, koszos helyet még úgy se látod. De ez neked nem a szégyened. Ez neked a lázadásod. Erről beszélj. Már nehogy beleszóljak már. Adj egy kávét a pörgéshez. Atomai napom van, de már nem hasadok tovább. Na jó, hát ha nem nevetsz, Alikám, nem nevet, én is elúrom magam néha, de én túledülök a holdponton, tudod? Ehhez kéne az a kávé. Kubán, tudsz. Na most visszatérve. Ezeknek teljesen mediterrán nyaralójuk. Teljességgel mediterrán. És én már látom magam a Bécsen, valahol a messzi vizeken fenn éjszakon. Ott heverek a Bécsen, ennek a csupaszív lánykának a csupaszív mamájával, ha érted, mert te érted. Barátom, egyszerre lekukizni barátunk kedvesét és annak kedves édesanyját, és láma barátság megmaradt. Easy Rider, öcsém! Easy Rider! Easy Rider, öcsém! Ne azt a szarmotot nézd! Én már beígértelek ennek az édes szociopatának. Ide jön a kislány, beszélgettek, elmegy, én meg bejövök a mamának, na? Easy Rider! Nem. Segítsél már egy kicsit, Lali. Időd van bőven. Hát ki jön ide? Senki. Hely van, Csikánó! Csoki, Marci! Ja, szép a motorút! Szép a motorút! Világos beszéd. Nyomj a csanyikat! Nyomj, Lili! Egyenes beszéd, és én értek belőle. Csoki, ezt te tervezted? És miért nem, Lalikám? Istenem! Itt vagyunk! Szóval? Ez mi? Ez úgy ajándék. Én beszalok rajta, Gabán. Ez perverzió lenne, ha nem fér fel a barátságunkba. Miért csinálod ezt? Nem ezt dumáltuk meg! Mi van, Csingi? Te, Zita Boldog? Nem áll, Ali, Zsuzsa? Figyelj. Zsuzsa, bocs. Igen, figyelj. Figyelj meg, gyereket! Gazdagok, puccosak. Az anyjának akkora mellei vannak. Megbalondulsz és fölfele igyekeznek, mint Gagarin. Két Gagarin nagyon áll a melle, ha érted. Kettő van, mi? Kettő pont. Mostas csont. Figyelj. Én nekem van egy álmom. Igen. Na? Mondhatom? Igen. No. Tél van. Mondj csak előbb egy kávét. De most cukor nélkül. Nem. Tél van. Tavasz már nem is tudom. Minden esetre te... Hova? Közelítesz a piglis felé. Figyelj, jövök, gyerekek! Rábadalat porlik a hó a téli változatban. Persze, gyönyörűek a fények, és apám, láss csodát! Neked nincs nyelved. Nincs? Nem tudsz beszélni. Te most ki akarsz lyukadni valamire, de én ezt nem hagyom, mert nem akkor ez. Meg kéne bántódnom. Csoki! Kurva életben! Kurvár is vagy! Nyug a vér, Csikánó! Nem kell izgulni! Félkézzel felemelem ezt a szart.
Sört valaki? Köszönöm szépen, nem sérül. Nem sérül. Na gyerekek! Csinálj vele valamit. Milyen a macim? Ez nem dől többet el, öcsém. Bitte danke. Normális vagy. Hány nyelv, annyi ember. Azt hiszitek, hogy én nem olvasok, he? Olvasok. Azt a büdös kurafaszba. Hát látod, így dőlnek el a dolgok. Ne tégy díjasba betasz! Gyerek, gyerekek! Gyerekek, ne legyetek már ennyire közönösek! Török a kiskereskedelem Magyarországon és az Unióban is hasonlóan jó adatokat tesznek közé Borbély Péter interjú a következő. A kiskereskedelmi forgalom idén az első 8 hónapban 4,9%-kal augusztusban valamint 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Azt tudjuk, hogy szerte Európában talán Németország és Luxemburg kivételével hasonló jó növekedési adatokról számolnak a Statisztikai Hivatal. Magyarországon minek köszönhető... Mi van, gyere? Ki vagy? Sanyika? Gyere már! Gyere már, beteg állat! Mit adhatok? Mert zárni. No, nézzél ám! Juvocsko, enyém vagy, Juvocsko! No, enyém vagy! De szép az élet. Nem vagy enyém! Nem ilyen semmi. Krokodil! Mit csinálsz? Kis fasom. Álljál már meg! Mi ez? Azt kérdezte, mi ez? Semmi! De hogy került oda? Nem került oda! Rám köpte a kurva életre! Csak ez a fiam! Gyere! Mi van szívesen? Aj, apa! Ne csináld már a fesztivált! Fogd meg, légy szíves! Jó, gyere! Itt van, mikor írt ezt neked? Mi? Micsodát? Ezt? Én kaptam ezt? Nézzétek, hülyének. Na jó, befelé. Hát én most nyitok, oszi bátyám. Akkor bezárt. Esetleg egy... Mi? Na gyerünk, befelé. Befelé? Azt mondtam, hogy befelé. Azt mondtam, hogy... Aj, apa! Nem látod, hogy milyen ciki? Csináld, Oszi! Földre! Mindenki lefekszik! Ne csináld már, Oszi bácsi! Kus! Gyerünk már! Beragadt ez a szar! Gyorsabban! Befelé! Megvan! Fegyelt el, Dobbi! Fekszik! Mindenki lefekszik! Fekszik! Mi van már? Na bassza meg! Befelé! Asszony, tegnap mosott! Ne feküdjek! Ne! Befelé! Fejszíve! Gyerünk! Gyerünk befelé! Ilyen hülye nem lesz, mit csináltál? Mi? Eldobtam. De nem neked mondtam. Hát kinek? Mindegy, most már dobd el te is. Jó. Nincs baj, nyugi, Sanyi, nyugi! Fiatalság, bolondság. Oszi bátyám, én élem. Hallgass, Lali. Mibe hoztál te engem, mi? Meg? Megizélted a feleségemet? Mit csináljak én veled most? Mi? Megyek gombászni. Családdal. Madár leszorja, szélvédőt törölnék. De az a szar nem csak töröl. Fúj is. Erre leköp a kocsim. Beköpi a feleségem. Hát a szellőzőből jött ki. Igen. Mi? Mi? Hát a levél. Oszi! Micsába van, hát itt volt! Oszi, Lali, azonnal! Ha
Hát a kabrión köpött be titeket. Most már nekem is az van, basszal. Tűnj el innen! Ez megveszett. Istenem, Máriám, ez megveszett. Megcsaltál! Egy krokodilla. Jolika, mi történt? Semmi. Földök! Földök! Veszélyes. Kicsi kandúr. Rád fonódva, te őrült, te nyaligátor. Ez az! Nem krokodil! Nyaligátor! Anyám! Jaj, Lali, szereted. Jól itt? Nem. Te sem. A kurva életben, mert én vettem el. Nem hiszem el. Na már, kalimpá. Nem képesek kihozni? Ez a nő veszi az életemet, mint a rozsda. Ennek mindig kell valami. Amivel integet, csak az 10 000. Most mi az? Egy szar, egy semmi. Én meg járok ezzel a trabanttal. Télen is. Ennek semmi se jó az, ami van. Kisház, kiskert, kis tisztesség. Magamra főzök, Lalita. A szívátyám, én igazából Bettivel... Az is rozsda. Tiszta anyja. Az a két mara. Az a lakli is. Állítólag az is volt valami. Micsoda? Bajusz? Hm? Nem áll. Tényleg? Mindenki azt mondja, hogy járt hozzá. Akkor olyan lenne. Egyszer körül volt valami rajzolva az ágyon. Hát az olyan rendőr dolog, nem? Hát a hullát szokták, a szibátyám. Hulla? Hát az nem volt. Te, Lali, nekem te most kapóra jöttél. Lekaparom a rozsdát, érted? Nekem most van valami a kezemben. Megöllek, kurva peci! Mit csináltál a feleségemmel? Tiszteletem a szerveknek! Mondj már valamit, Lali, kiabálj! Nem áll, a szibátyám, most nem áll. Mi a? Anyát kicsája? Záró? Csókolom, Jolika. Lali? Na! Sanyika! Sávusz, főnök! Te mit csinálsz itt? Itt a Sanyi. Szávod, Oszi bácsi! Szávod. Na! Jó, hogy jössz. Oszi túlszövetette a Lali. Hé, hey, Lali! Itt vagyok benn! Mivel? Puskával. Kilőjem a kezéből? Mivel? Ja? Semmivel. Menj! Nyugalom, Jolika, megyek. Nyugi. Jössz, Bajusz? Én persze. Kimennék már, Oszi bácsán. Ordíts, vagy lövök! Mi az már megint? Lá! Bocsánat, én voltam. Ja? Nyugalom, Jolika. Olaj kifáradt rendesen, Lalikám. Marája, hát a fegyver nem játszik. Ebben vagy, Rezső? Asszikám, gyere már ki, mert áthívjuk az erősítést. Ha kijönnek, mind a ketten meghalunk. Te meg én, vagy a Lali meg te? A krokodil meg én. Itt vagyok, Lalikám. Segítsek! Mennyire vagy túsz? Sörhöz odafélsz? Ennyi már innen, idióta. Grácias, bocsáss! Jó van, Oszi bátyám. Én azt mondom... Nem is jó. Na de a túsz csak ihat egy hobbit. Hát... ihat. Bocsasson meg itt. No de a túszejtőnek se tilos, igaz? Megkínálnám. Én szabom a feltételeket, nem? Úgy is van. Mi az, hogy latin level? Nem tudom, Oszi bátyám, hát nem én írtam. Uh-huh. Te, Joli! Mi az, hogy latin level? Lover, nem? Hát baszógép. Kösz, Csuki, sokat segítettél. Prego. Követeléseim vannak. Anyagi? Nem. Ha nem? Kérhetnék egy sört, Oszi bátyám. Most közel vagy hozzá. Most is a sör kéne, barom. Hát inkább kimentené, nem? Tárgyalhatná, bazd meg. Tárgyalhatna, nem? Oké. Hol a sör, Oszi?
Azt akarom, hogy Bajusz tetkezzön gatyára, és menjen be a tóba. Nem. Ha nem teljesítitek a követeléseimet, fél óránként kivégzek egy túszt. Akkor délre már otthon van a szibátyám. Jaj, hagyd már abba, Oszi! Jolika! De figyelj, most magunk között szólva, egész őszintén. Végül is, nyomozatilag. Szóval, mi történt? Lefeküdtem a Lalival. Na, ez történt. De már mikor? Vele is! Hallod? Kezi csókolom. Te, Lali, mit csinálsz te nőkkel? Mikor? Hát amikor... Alligátor. Egy hubit? Nem. Ez utolsó kívánság. Na jó, hát akkor igen. Na. Na? Ha? Csokinak már adok egy sört. Könyörög. Na, Csokikám! Nyomjál be egyet! Önérzet is van a világon. Előbb nem adtál, most sem megyek. Ide hoznád Rezsőt? Persze. Hát... Orálisan. Oválisan. Amikor, hát mint amikor a palacsintából a lekvárt, Oszi bátyámék, nem szokták. Milyen palacsinta? Ugye itt van palacsinta, uh-huh. Az ember azt mondja, hogy hopp, én most kiszem a lekvárt. Ja. Ja. Na, még egy hubit, Oszi bátya. Na jó. Róka! Szevasz, Róka bácsi. Gyere csak! Róka, figyelj! Képzeld! Róka, gyere már! Képzeld, a Lalit befújta a Trabi, az Oszi meg a Lali. Figyelj már, Róka! Mi van? Ha Lalit a Trabi, de... Az Oszi meg befújt a... Nagy képernyős! Mi? Nekem is van. Kurva jó tévé. Eladó. No name, kelet name. NDK-ba hozták, régen. Akkor még zsírúj volt. Kerek izé, nem kell hozzá neked? Te Lalikám! Addig élek, addig félek, ha meghalok, már nem nyolok. Dumcsisztok? Na, tűnj a francba, Róka. Hagyjad, Róka! Lalinál ma nincsen barátság. Mi jólikok? Lalikám, hoznék én a napokban egy körhintát. Az nagyon kéne még ide. Gondoltál rá? Ez nagyszerű. Tudtam, hogy egyfelé jár az agyunk. Igen. Ezeken a kis tanyákon kincsek vannak. Tudjátok, hogy miket gyűjtöttek be ezek? Ravasz parasztok. Na de az ember megtalálja ugye a kulcsot. Hát ott, hát a csodák vannak. A múltkor például találtam egy tankot. Tisztára kész német tank volt. A hátulját levágták valami kurva nagy lánggal, aztán szereltek hozzá egy szecskavágót. Akarod, be is röffentheted? Itt már nekem is végig szaladt a szemem, Jolika. Na most,
összefoglalva. Uh-huh. Nekik van a palacsinta, uh-huh. azt mondjuk, uh-huh. nekünk van a fagyi, uh-huh. azt ők. Uh-huh. Uh-huh. A kurva életben a likát. Nem hiszem el. Pedig igaz. Lali, ennyi. Hála a jó Istennek, Ozi bátyám. Jó, semmi baj. Semmi baj nincs. Na, hála Istennek. Személyi sérülés nem történt? Ozi berúgott. Megnézem. Alikám, Csacsit megbeszéltük. Hú, Lali, hozom a kocsit. Ijedtek haza. Én ebben a Trabantban egy hétig soha be nem ülök. Jó? Hát, sín. Én is tudom, hogy a... A lábán, úgy ki az ablakon. Ez az. Gyere, bajusz! Itt a satyó. Te szemét. Most mi van, miért? Terhes vagyok, és föl se hívsz. Terhes vagyok. Nem, de hogyha az lennék, akkor fölhívnál? Hát tőlem nem is lehetsz terhes, Bettike. De ha az lennék, akkor fölhívnál? Na, hát nem vagy az. Itt maradt a gyerek. Péti. Bettike! Beszállsz! Más örül majd, ha elvesz, tudod? Hát, ha más veszel, annak én is örülök majd, Bettike. Hova üljek? Apádra. Ne hallgatod, de szemüve kell levenned? A felülve mi az a szemüve? Persze. Nemem. Férfi. Azt hittem, ez látszik. Meg kell kérdezni. Lajosból nem vagy gyanús? Jó. Akkor a második kérdés. Maja, nem zavarja ez a taszító mélyő? Mi? Mélyő. Milyen mélyő? Nem. Nem zavar. Jó, akkor a következő kérdés. Most úgy él, ugyanazt elküldetted 10 évvel ezelőtt? Te mondd ezt még egyszer. Most úgy él, ugyanazt elküldetted 10 évvel ezelőtt? Úgy élek, hogy elküldetem 10 évvel ezelőtt. Hú, az meg. Bocs. Majd ezt. Hát. De én soha nem akartam úgy semmit, szóval. Jó kérdés. Valahogy úgy mindig csak voltam, gondoltam, lesz valahogy. Tudjam, és hát aztán lett is. Mondjuk 5 évvel ezelőtt próbálkoztam, ott a kanyarban, odébb álltam, Tigrissel, de kitört a kerekkel aztán. Sanyi mondjuk itt volt 10 évvel ezelőtt is. Sanyi? Meg itt lesz 10 év múlva is. Sárúr, kézbékák! Igen, ő itt a király, király Sanyi. Te nem akarsz inkább vele beszélgetni? Nem köszi, testvérek adtak. Nem, barát. Barát. Igen, de járnak ide mások is. Csoki, meg a Gabán többek között. Ők? Nem érdekes, falusi süttyók, tudod? Az egyik meleg, a másik meg impotens. Bizony. Gabent ismered, ugye? Te. Na. Hát ő a meleg. Ja, nem, nem. Várjál, Csoki az impot. Hát nem tudom, lehet, hogy fordítva. Mindegy, de... De igen, megvan. Gaben impotens. Nagyon impotens. Tényleg? Tényleg? Igen, de ez Gaben nála nem szervi dolog, lelki. Tudod? Ő perverz. Volt. Hát amíg felállt neki. Hát most már nem áll föl, szegénynek. Nem. Megharapta a tengeri malaca ott. Fú, durván. Hol? Rá. Hol? Kevén. Hol? Rá. Hol? Rá. Hol? Megvan a normális kapálat. Most rögjél. Most rögjél. Nézd ezt a szőt. Most csak kérdeztem csupasz el. Utasd egy kaszúdút. Vidd utána. Aliska, üdvözlöm édesanyádat, majd beugrom. Milyen kunkók. Itt hagyod, nem kell neki bőnök ezt a becsületedbe, mert a két rekes sör lesz. Igen.
Rendes, Csupaszolni! Figyelj! Csupasz! Csupasz! Gyere, piszkált! Ez tiszta fekete. No, mi van? Ennyire lebarnult? A sapka, te hülye, te. Nyáron? Jó, jó, már ne piszkáld már. Arra, gyere! Egyik hülye, mert a másik. Na no, most meg van, várj! Mondd a jó! Szétégetti a kis cseh előtt. Amelyik rám akart ugrani, ugye? Ne mondd már, hogy nincs más csajod. Betty telefonált múltkor, nem tudom, van egy olyan érzésem, hogy szerintem lehet, hogy terhes. Na jól van, nyugodjál meg, nálam is próbálkozott, nem terhes. Ne bazd már. Ki a király? Ki a király? Én vagyok a király. Mi van, Sanyika, te vagy a király. Mondjuk, fülnök, hagyjál, Sanyi, figyelj. Gyere, komolyan. Csokkancs. Milyen volt a legszebb a legutolsó nődnek? Hát a bajszok. De aztán szakítottatok, mert elvitte a cirkusz. Kurva jól állt neki. Húderőhök! Bazd meg, kinek van itt rendes nője, mi? Nekem, apám, nekem! Nem a mi gumiból van róka. Üt. Cingi, te? Igen? Ki ül majd a tandemen? Tuba? Persze, a tuba. Aha. Meg a? Ja. Puna! Zsuzsa! Nem, Saci? Zsike. Klára. Zsuzsa. Szamata. Tanítónő. Süket némákat tanít. Jaj, de jó! Hát nagyon jó! Ő is az. Uf, de suká, nem hall semmi. Kusolj meg. Na, Sanyika mondjam. Ja. Ez akkor azért bírja a zubát. Te nagyon szerencsés vagy, Csikáló. Ez nem ugat majd vissza. Szivattok, mi? Dehogy is! Én tényleg szeretem. Persze. Megtaláltam. Este eldugta, reggel megtaláltam. Majd írod, Alisson. Szevasztok. Fáradt vagyok. Van alkoholmentes sörőd, Slavi? Van. Akkor dobd ki a picsába, rendes sört kérek. Minek örülsz, Gaben? Az élet szép. Tényleg? Hát faszt. Megnyit, hogy rohadnál le. Bassza ki! Jó lesz, hogyha vigyázok a számra. Mocskos tetves. Szia. Szomjas vagyok. Szevasz. Csávó, oda szép néni, valadod, Bugyi? Édes vagy, nem hívná vissza. Nyugi, Sanyi, a hölgy gyönyörű, de hát attól még nem veszíthetjük el a tartásunkat. Az úr, egyébként Sanyi és nem kutya. Sanyi úr! Nem félek a kutyáktól. Egyszer megtámadott egy őrzővédő. Tényleg? Uh-huh. És állat vagy ember? Vicces vagy. Cool a light lesz. Már van is? Na végre. Mi van, Ukrajnából jöttetek? Sanyika! Hol a nyitó? Nem látom! Én se. Jó a francba. 2 percet van rá. 2? Vagy 1? Igen. Konyakot is légy szíves. Figyelj, mindjárt nyitom. Csak nem találom a nyitót hozzá. Na, figyelj ide, hát ez nem az a klasszikus konyakos, de azért talán megfelel a célnak. Oda vinnéd? Hova? A neki lesz. Te is segítsél már neki, ne állján nézzél! Telefonon rendelte 6 méterre, ne bazd már! De mindegy neki. Hát de. Végül is igen. Sanyika, vidd oda a szimpatikus úrnak. Ez, hogy mennyi, kétszer annyit. Szórakozz anyucival! Viszem már, viszem! Jó, hagyjuk ezt, jó? Kapok inni?
Lóz visszaadom. Bocs. Voilà! Hoppa! Sokat gyakorolsz? Mi a gyerek? Te hoztad ki belőle. Kap be! Hoppa! Ó! Bazd meg! Sanyika! Ne törlöm! Hülye vagy! Sanyi vagyok! Sanyika, gyere! Gyere vissza! Gyere szépen vissza! Azonnal hülye vagyok! Mennyi lesz? A kóla az ingyen van, a konyak az meg 50 000. Humor herót! Itt van 50 000 a nyilván szar konyakodér, amit meg sem ittam. Itt van még kb. Egy misi. Ezért a szarért. Miért? Ezért a szarért. Számod le szépen a zsírt, aztán húzok ide mindennyien. Te is menjél kicsigét. Hello. Hello. Te, aztán ki a franc vagy, hogy ekkora király vagy? Látod, milyen nagy marha vagy te. Azt mondom neked, hogy számold le, te meg bekérdezel. A tisztítószámlát majd átküldöm. Jáúj! Bazd meg. Jávon! Hogy rohadnál le. Úgy látszik, tikkadok. De nem bírom őket. Számasz, Lali. Tiszteletem az urak. Lali, kis hubit nem adna. Szolgálatban bajusz. Mi? Segít üldözni a bűnt. Alkoholteszter, Lalika. Na, megállítunk valakit, érted? Okoskodik, érted? Megfújatjuk. Van valami? Hibáztat, hogy rossz a szonda? Na, akkor én előveszek egy kontrollszondát. Megfújom. Ha az övének olyan színe van, mint az enyémnek, már veszem is el a jogsiját. Törvény elől nem lehet elbújni? Nem lehet. Még egyet lehet. Hát, lehet. Na, mondjuk egy mentség van. Az asszony miatt is. Jó, az kemény. Miért, nem? Nehogy már az asszony ugasson be. Faszom. Nem inni kell. Nehogy már az asszony szívasson valaki. A kurva élet. Szevasz, teca. De figyeljél már! Mit szívasz te engem azzal, hogy szarul nyírtam le a füvet? Mert te se tudod a hit a körül! Te! Lalika, te! Nincs tévé? De van, nem? Van, de... Tudod, mert a haverom van egy ilyen ez a szar, ez a... Tudod, ez a kerek szar, ez a mondd már a... Esernyő.
Nem, de jön a tévé, ez a tányéros. Parabola. Ah, bassza meg ez, nem teszem a neve. Szóval ő tud ilyet. Ilyet vált, hogy én tudok, mert a testület végül is nem halmoz el, a nyeremény már rég elment, a gyerek meg nő kifele mindent, úgyhogy egy kis kiegészítés. És tudsz ilyet hozni? De, ó, persze, baráti áron tudok hozni. Van rajta, meg jön minden. Animal Planet, sok pici állat, na? Hát mondjuk állat itt is van elég. Van, más is van, Dubai 2, csadoros nők, na? Attól nem áll fel. Van pornó. Hát, mondjuk attól feláll. Na, egy. Nézd, Lalikám. Tudod, hogy mennyire szeretlek, de nekünk már akkor se volt jövőnk, amikor azt hittük, hogy van. De gyakorlatilag soha. Ez a Tibi. Szevasz! Tibi vagyok, Borjáni. Szevasz. Bocs, Lajos, kakszi. Bocs, hogy így. Ott problém. Sanyika, kapcsold már ki! Ez a te világod. Legyél nagyon boldog, azt kívánom. Nem nézhetem! Sanyival. Ne jössz félre. Már késő. Hogy? Én sokáig kitartottam. Te ki vagy? Szia, Tibi vagyok. Tartottalak gyakorlatilag, de... Látod már bunzika? Még nem láttam. Számú! Az anyád két ajtósát kihozatom ide. Meg a füles fotelt. Amiben szerettél volna öreg feje. Amikor még voltak terveid. De... Szemét. És ez muszáj volt? Nem kell félreérteni. Nem kell félreérteni. Mit értek félre? Tudod, te azt nagyon jó. Nem tudom, mondd meg. Mit mondjak, nem tudom. Jó, akkor el is mehetek, jó? Elmegyek, figyelj, ez a legegyszerűbb. Jó? Tibi. Ne, utálom, hogyha Tibinek szól. Tibi, és hol fogok lakni? Miért? Eddig hol laktál? Tibi! Nem hagyom békén! Szávúsz, Tibi! Szávúsz! Az igaz. Szávúztok! Oda szép autód van, Tibi! Na, Tibi! Bazd meg! Lali. Azt képzeld el, mi történt, Lalikám. Na, mi? Tudok csinálni szalmából egeret. Ez de hülye. De tényleg. Szalmából egeret? Ja. Tegnaptól tudok. Volt a kezembe szalma, meg madzag. Tekergettem. És egyszer csak ott lett. Tiszta egér. Te most hülyősz, ugye? Egér. Miért? Én nem lehetek zseni? Te mi ebben a zseniális? Hülye vagy? Egeret. Szalmából. Várj csak, lehet, hogy mi mind megőrültünk, és azért nem értünk. Szóval te csináltál szalmából egeret, és örülsz neki. Sőt, azt hiszed, hogy zseniális vagy. Igen. Aha. De egyébként tudod, miből készül az egér? Na? Egérből, bazd meg. Mi a fasznak csinálni cérnából? Szalmából. Dísztárgy, értitek? Engem érdekel, mennyi? A szalma egér. Na, az... Ilyen faksúly dolog. Csoki. Faksúly olyan nincs. Csak fengsúly.
Jó, most mi van? Eddig azért basztattatok, mert nem jut eszembe semmi, csak az, hogy igyak. Hát most eszembe jutott. A szarva egér. Miért bazd meg most? Jó, hogy nem a kifli jutott eszembe. Mi akkor bazd meg zseni lennék, mert enni adok, mi? Eszembe jutott a kifli? Csókoljátok meg. Tudod, mi fog nektek még egyszer eszembe jutni. Lófasz jön itt Csikánó, nem csillad. De mondta rádió. Különben nem csillag, hanem meteorraj. Tudod, ahogy beérkezik a föld légkörébe, felforrósodik. Jó van, hagyjad le, szorom. Én alszom egyet, Csikánó. Figyelj! Aha. Tényleg ott van. Oda néz. Te ez erre jön? Nem tudom. Loli? Szép. Gyors. Nagy. Elindul a világegyetemből, a kozmoszból egy kavicsocska, egy kis kődarab. A véletlenek. Figyeljetek ide, a véletlenek. Hány százalék az esélye annak, hogy a világegyetem kis darabja? Pont akkor nyomja agyon kavicsot, amikor az hazafelé leszáll a bicikléről, hogy könnyítsen magán, mert meghajtotta a szemes bab. Hány százalék esély volt erre? Hát, kavicsnál 50. Vagy ráesik, vagy nem. Szegény kavics! Csókire, most nagyon hülye vagy. Hú, Csóki. Hűtöske? Igen, kopasz. Biztos, hogy jó irányba megyünk. Én ezt nem bírom. Orvos is megmondta, hogy én ezt nem bírom. Maradjál már, bajusz. 5 nap, azt megyünk vissza járőrbe. Hát végül csak egy 5-ös fogadtál, nem? Na, napi ezzel a bünti. Én 5 napig se bírom. Az egy hét. Baszom. Mondom neki, mi a baj? Hát megkapta a pénzt, nem? Erre beszól nekem, hogy azon az 5000-esen nem jó a kép. Mondom, hogy nem jön? Én raktam oda. Mert hogy azon az 5000-esen ki ez az idegen? Hát ki volt rajta? Hát cingál. Hát ezt nem hiszem el. Lépjünk le. Hülye vagy, bajusz? Megfenyítenek. Dehogy fenyítenek. Dehogy nem fenyítenek. Elhagyni a szolgálati helyet. Hát csak majdnem. Mi itt lennénk a közelben. Persze. Hát csak pihenünk egy kicsit. Mondom a csákolak, nem mindegy, ki van azon a képen. Úgyis mongolokkal üzletem, azok meg azt se tudják, mi az a forint. Nekem meg volt egy csomó kamu 5000-esem, amint cingi van. És minek rohadjon ott az ágy alatt, nem? Márkát adott érte, öcsém. 260 000 hamis forintért ideadott nékem 80 márkát. Hülye vagy? Megyek Németbe, elverem kurvákra. Azért nagyon bivaj nőket kapsz. Igaz? Az biztos. Hogy váltják most a vakit? Jó. Itt rögtök. Márka! Német, Deutschmark! Megszűnt, te hülye! Hát mikor megszűnt? Ezt a faszt, te nem nézel tévét? Nem. Megszűnt, bazd meg! Ne bazd meg, mikor? Régen. Nagyon régen. Várjatok, hát van egy haver! Nincs tévéje! Na? 28! 1, 2, 3, tapi! Nem úgy! Csátlok! Faszom ki van, kétszer annyit jöttünk. Megszűnt? A barátom, nem tudtam! Na ez az! Ez nem az még, várjál, gyere vissza, nem jó, hát ez csak 9 hely. Ez 11. Jóban, de nem 27, nagy erő. Várjatok! Picit nagyon nehéz. Szevasz! Nem hiszed el? Újra bevezetik a márkát. Kéne venni, nem? Nem. Szevasz. Figyelj, várjuk már meg. Hát a bazd meg elhagyja a tubát és nem veszi észre. Ne is mondd, én már most ki vagyok. Ha még egyszer belefúj, én megölök. Nyugi. Első fellépés. Most meghallgatjuk, én soha többé. De ezért eljönnél temetésre, hát nem vagyunk normálisak. Jó, nagy fasságot. Izzúj, Zsingi! Na, jó, mesterem nekem. Tiszteletem, Gyula bátyám. Tiszteletem, fiatalság, bolondság.
Te, nem kell segíteni. Új szabad, megsértődik. Nincs meg! Nincs meg! Nincs meg! Megvan! Köveski János. Sokaknak kavics. Füzeske. Mi van? Elkéstünk, Füzeske. Kopasz! Higadjál. Így ismerték, akik szerették. Nincs többé. Mármint azok vannak, akik szerették, ő nincs. Feladatát mindig örömmel végezte, vagy valamennyi pénzért, kiegészítésül amellé, kapott a benzin. De ki ne botlott volna, mi mindannyian. Bár az elhunyt nem tartozott egyik felekezethez sem, én mégis idézném, hogy ahogyan a testamentum tanítja, mikor érezte, hogy közel az utolsó óra, a nábonai rádé elméne a kufárhoz, elméne az kufárhoz. Hát, bazdok, mi van? Semmi. Mondál néki. Ámornyala betalált. Tedd mellé a marhát. A mirhát. Ámornyala. Vissza a tömjént. És az ajándék CD-t. Hát ez milyen? Ssss, gyerekek, kegyelet! A búcsú... Már véges, Anyika. A búcsú fájdalom. A fájdalom pedig... Hol békesség, ott békesség. Hol nyugalom, ott nyugalom. Ott a család. Nem volt senki. És lépések a család nélküli teljes élet felé. Polgármesterként nekem is fontos voltál, mint minden kedves polgárunknak, ki elmegy közülünk innen el. Most mi van? Engem nézed. De nézed. Most, hogy elmentél. Különben is valonnan ismerem. Itt kőkövön nem marad. Nem tudom, hogy honnan. Hiányzol majd, kavics. Hát akkor meg nehogy már ne igyak, bazd meg. Hiányzol utcából. Új fogászat épül. Munkát kegyelet. És a portádról, mely immár belterület, és ezáltal sokkal többet ért. Kavics bácsi, ilyen lapos lesz. És te is többet értél nekünk, drága kavics, amíg éltél, mert még csak félig festetted ki az óvodát. Na, kezdődik. Költőt idézném. Repül a nehéz kő. Eddig tök jó temetés. Ki tudja, hol áll meg? Így jó leszek. Anyám nézi a tévében. Hogy az úgy? Ki tudja, hol áll meg? És kit hogyan talál el? Téged eltalált, kavics. Isten áldjon. Szervusz, kavics. Te, kő. Szegény kavics, milyen lapos. Ja. Lehetne vele kacsázni. Lalika, hol lehet itt brunyálni? Nem hiszem, nem megint. Én nem megyek mellettek többet temetésre. Rósa gáz. Hova rohadsz? Megnézzük koporsót, hogy teszik be. Minél messzebb cingitől. Én látni akarok, mert beszalás. Gyere, gyere már, Sanyika. Ilyen pofát nem látsz minden nap. Jó sikerült ez, nem? Persze. Végülis az én vagyok. Persze. Nem messzebb ő baj? Ne. Vagy igen? Persze. Mi van? Gyerünk, gyerünk! Ügyesen! Szépen! A polgármester folytatja szomorú beszédét, ezért kérem a zenekart. Csávod elnyelte a földet! Vigyá! Jól vagy! Mi van, ember? Életben! Jogi medve, megvéd! Mi akarjuk kiszedni? Ja, bocsit, csak azt hittem, hogy jövök itt velem. Csikátok! Mi van, kettem? Gyere! Fejfejellek! Gyerekek! Kegyelek! Na, húzzál! Gyere! Húzzatok már ki a kurva életbe! Csak azt hittem, hogy belőle! Kicsit, kicsit! Nyomon! Csoki, csoki! A polgármester úr nem folytatja szomorú beszédét. Kurva életbe! Nyugdíj, kamer! Kihívasz meg a telefonon, belesett a kukába! Tudod, nem?
tudod a telefon? Jézus már, szedjük már el róla. Cél a nap, nem tudod felvenni? De hülye vagy, próbálj meg mozgatni egy kicsit, és nem kéne sírdönteni bele, attól csúszik. Segíteni akartam! Elélhetek! Elélhetek! Ki az? Letette. Gyere, Gusti, jön meg. No? Jó. Ott van, hogy megyeni. Jó. Na, ki lecsluk. Na, mi van, köhögjél, már te nem bírod. Nem, a köhögjél, hülye. Na, jó. Jó, ha jól nézel ki, pont mint aki beszar. Na, jó munkát, Bajusz. Na, gyere. Jól nézel ki. Egész jól nézel ki. Biztos, hogy jobban, mint te. Hát a sport, tudod. Ja, meg a teca. Mi van a tecával? A teca teszi, nem a sport. Zsingi! Zsingi! Igen? A csaj, itt hagytad! Hogy? Zsuzsa! Ja, ja, kösz, kösz, kösz! Rohadt életben. Csak a dob. Dob. Se magánélet, se család. Hát kurva élet! Kiállnő! Kiállnő! Tudokátó! Látom, Sanyika, de ez nem király. Majd szólok, ha a királynőt látom. Micsoda csaj! Ekkora kannál! Jól van, na. Ne bámulj, legyen már benned tartás! Tartás? Hülye vagy? Ekkora kannál? Kurva kanos, Zoli! Ennek akkor is föláll az anyjával hógolyózni. Hát egy barlangot már én is bebutoroznék. Voltál már két növe, Csoki? Egyszerre? Nem, összesen. Micsoda! Majdnem elharapták Csikánó. Itt sem volnok, majdnem eljött a világ végét. Na majd Cinginek. Már ki összejön? A hülyének. Na jó. Gyere, Sanyika, menj! Szevasztok! Buenos Aires, Csikánó! Fú, főnök, mit a név? Ajándék, ó, de szép ajándék. Aha. Ajándék. Remélem mindent megtalálsz. A nyakkendőket külön raktam, úgy sem hordod. Sőt. Kösz. Bor a fotelben. Tibi küldi. Húzom már! Minden nyitom! Nyitom neked! Mondod, főnök? Melyiket? Kihányőzsát! Na. Hol volt, hol nem volt? Hol? Sanyika, ezerszer mondtam, ez csak egy fordulat. Fordulat! Tehát, hol volt, hol nem volt? Hol? Akarsz mesét, vagy nem akarsz mesét? Kihányőzsát! A király felesége, királynő. Királynő. Egyszer csak követet küldött az erdőben búsuló juhászhoz, hogy jönne már fel a palotájába, de tüstén. Annak is a legfényesebb szobájába, a gyémánt szobába, de tüstén. No, nem búsult sokáig a juhász, akit Sanyinak hívtak. Az én vagyok. Úgy fölment hip-hop a király palotájába,
és kipenderítette onnan a királyt, kipenderítette a királynő szobájából, s amúgy büdösen, koszosan befeküdt annak fényes, gyémánt, paplanos paplanjában. Nagyon közel feküdt ő a királynéhoz, szorosan, igen szorosan. Oda gyömöszintette farkát is annak fényes tomporához. Búcsához! Úgy van. Jaj, jaj, ez aztán kiabált a királyné, ez aztán fenséges. No, attól kezdve a régi király lett a juhász, és a Sanyi lett a király. Sanyi a király? A király Sanyi, és éltek boldogan 7 nap 7 éjjel. Mi gátszál? Nincs az az Isten. Hozok sőt! Akkor van. Jövök! Angyal útján! Királynőság! Hát... A királynő hol volt, hol nem. Vigá! Turbó változott. Elfáradtam, Sanyi. Hát is haszod! Sanyika, nyugi, jó. És akkor a királyné boldogan élt, aztán már nem élt egy darabig élt, aztán nem. De szomorú. Na, így jó lett. Szomorú. Önkormányzatunk a falunapon versenyt hirdet, melynek nyertese egész éves sauna bérletet kap a Kisjutka Fitness Centerbe. Finországi testvérfalvunk Helgerbergen seggen. Ember! Felségcipelő versenyével egy időben nálunk rendezett feleség. Versenyre várjuk a jelentkezőket. A mellett. Felségcipelő versenyével egy időben nálunk rendezett feleség. Versenyre várjuk a jelentkezőket. Önkormányzatunk a falunapon versenyt hirdet, melynek pereld be őket, pereld be az egész bandát! Kurva ötlet, bazd meg! Maradjál már, csoki! Igazán van, hogy pereld be! Különben is te jogra jártál, nem? Igen, már hülyeséggel. Fél évet estünk, bazd meg! Hát akkor pereld be este, Lala! Alikám, szerintem tényleg meg kéne próbálni. Szerintem menj be az önkormányzathoz és tiltakozz! Hogyan, Cingi? Kinél? Mennyire lesz majd itt egy lakás? Kusoljál már be. Ne add föl, Lali! Tiltakozz! Lalikám, szerintem most rögtön oda kell menned. Megvan, bazd meg! Szike! Hombre, haverom! Elhívom neked. Nagyon kemény, spanom nekem. Ezeket szétzúzza. Ahol nem jó, bazd meg, ül! Miért? Érdett a csávót, de összekaptak. És? Csávó meghalt. Na jó. Akkor megyek! Mi ezek itt? Én hoztam, Lalika! Jó lesz! Come on.
napsütéssel 33-37 fokkal. Az ország déli részén... Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én jó helyben. Oh, bocsánat, kívánok. Elnézést, kezdj csak mondat. Bocsánat, maradjál most annyit. Hogy vagy te itt? Jó, maradjál. Tetszik tudni figyelni. Következő helyzet, van én nekem egy problémám. Van itt ez a terület. Én vagyok, maradjál, Sanyi! Én vagyok... valahol erre. Na, vagyok én. Van a csávó és van a tábla. Eddig nagyjából tiszta, ugye? Oda jöttek. Oda akarnak jönni. Mondjuk én jogi útra szeretném terelni ezt a dolgot, és én olvastam a jogban, mondjuk a jó régen, a római jogban. Pillanat, terminus technicus, elbirtoklási jog, hogyha van két római polgár, és az egyiknek... Róma. Gondolák. Na, jussz. Jussz bifosz. Ugye, a büfés joga. A megmaradáshoz. Büfés joga a megmaradáshoz. Olyan ez, mint hogyha... Egy hajónak, ugye, két tulajdonosa van. Menjél már innen, Sanyika. Vagy már maradj. Ő is tanúsíthatja, amit mond. Szávúz! Jó van, most menjél, Sanyika. Tehát egy hajónak két tulajdonosa van. Az egyik római polgár, a másik az nem az. Az utóbbinak van Rómában háza, de a másiknak nincs. Most annak, amelyiknek nincs, annak van két fia. Az egyik szőke. A másik kicsit magasabb. Na most, amelyik szőke, az fekete. Van egy büféje, és egy köcsepúj gazdag. Arra a területre építeni akar valamit. Akkor neki jár a büfés megmaradás joga. Ez, erre van, tessék segíteni már? Tessék már segíteni. Erre van valami latin szó, csak nem jut az eszembe. Aj! Semmi baj. Személy, 5600 illeték, tulajdonilag. Csokolom. Perelünk, Lalikám, perelünk! Mi van, Lalikám? Tetszik lépéseket? De nagyon... Picsába! Mikor már minden olyan jól ment, igazság? Jó ment? Szóval kicsi büfés. Irigyek. Miért ilyen irigyek, mi? Kik? Hát a nők. Mi ez a... Mi az egyetlen akarok lenni mánia, mi? Egyetlen. Mi az egyetlen? Miből van egy, mi? Hát miből van egy? Belőlem egy van, jó? Ja. Belőlem is egy van, már kettő. Hány inged van? Akkor már egy csomó. Egyik se kérdezi meg a másiktól, hogy mi volt rajtam tegnap. Tudod miért? Azért, mert rendbe tartom őket. Hát sokkal többet vagyok hűséges, mint nem érted? Igaz, hogy apukám, ennyi hűtlenség! Arányérzék, apukám, érted? Arányérzék. Konyakot. Szevasz. Ne adjál neki, mert nem bírja. Téged nem bírlak, adjál konyakot. No, ne adj. Gyerekek, döntsétek már el akkor. Ne adjál neki! Állj már meg! Figyelj ide! Én azért egy büfés vagyok, tudod? Na. Tehát annak adok konyakot, bazd meg.
Már ne haragudj, akinek akarok. Abszolút, bárki másnak adhat, de neki nem. Innen, gyere ki kicsit. De a Franka, hol a kanyar? Szerelmem van, szerelmem, karkot kapsz. Az, meg tripper. Jaj, ne alázz el, meg Gitta, hát most miért is itt a gyerek, küldd meg. Gitta, figyelj, menj ki. Na gyere, miért beszélni? Mi van? Szari, csak azt mondta, hogy menj, de végül is az én. Állj. Na, milyen? Milyen? Jó nézni? Jó nézni? De hogy már jövő beszél, jó? Nem jó, nem jó, nekem nem jó. De, de. Jó, tudod, hogy én nem lehet. Gyere már! Tudod, hogy én nem lehet. Mit? Mit nem lehet, bazd meg? Felbosszantani, bazd meg! Csajon, bazd meg! Mit csinálok a meleg csajon, bazd meg! Nem vagyok a csajon! A kurva anyád, a visilás, mit csinált? Semmi, figyelj, mit csinált, a kurva! Mit csinált? Halló? Nőstények felé. Különös és megejtően szép az a folyamat, amelynek célja, hogy a hím és halló? A nőstény egymásra találják. Halló? Bozontos farkok. Halló? Jövök már, hát ne telefonáljál már, bazd meg. Aha. Közt. Aha. Engem egyszerűen él a büfénél már. Megaláztak. Nem ismer meg? Nem. Eddig már találkoztunk. Igen. Nem rég. Meg rég. Bunikó! Igen, csak sajátos a viszony. Figyelj ide. Nekem nagyon nehéz napom. Picit menni hátra? Mondjad, hogy mit akarsz, bazd meg. Hamburger van? Van. Jaj, majdnem elfelejtettem, vega vagyok. Bazd meg. Adjon egy kis tejet. Nincs. De van. Nincs. De van. Érték, tudod? Kávéban van, nem hülyében. Fel foglak jelenteni. Nem EU-s. Mi a faszt akarsz? Ne tegez. De tegezlek. De nem. De én téged tegezlek, te. Tönkre foglak tenni. Ahhoz te hülye vagy. De megpróbálom. Nem ismersz meg? Nem adott fel, mi? Nem. Nem helyi hülye vagy. De, helyi. Helyi? Helyi. Na? Hm? Így? Várjál csak. Na? Picit hajtsd a fejed. Aha. Na, fordulj magadnak jobbra. Várjál, 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 várjál. Tárcsak szét a kezed egy picit. Na. Apám, nem hiszem el. Na. Óriási. Na. Óriási. Emeld meg a lábad. Ó, hát ilyen. Apám. Hát ez a. Hát. Na. Hát fingon nincs. Tási. Figyelj! Figyelj! Sávúz, mit akarsz? Kávé? Nincs számít? Nem adok. Mányinna, hülye köcsög! Nem kap semmit. Áfogyott, tifolyott, kész, végá mindentek. Fölfordultam, megértetted? Csoki, hülye vagy! Gábán, nem hiszem már, vigyázzam már, beúzogtak egy olyan strigulát, hogy nem igaz. Mi nem jön ide senki? Sanyi, hol vagy? Itt vagyok, főnök! Hát én vagyok a király! Lőj meg a császár, főnök! Ilyen vagyok, Sanyika. Főnök! Magasz meg! Te meg ilyen vagy! Bibi! 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 Számúz! Ez van neked kocka cukor! Tessék! Adok neked szemvicset most már! Ide nézd milyen! Friss! Nem sikerült! Sanyika!
Izgulsz, Cindy. Kicsit aggódom. A síplás! Lali, ebből vissza lehet még rakni? Nyugi, nyugi, nyugi. Kezemben a stílus. Párizs, London, Róma. Mindenütt így nyírnak. Ja, ollóval. Gyere már csak ki! Buksa, milyen? Jó? Marad. Ssss, menj már. Vigyed ezt a fotel. Sanyi, gyere, vedd el a fázalhoz ezt a szar. Alikám, van tükrünk? Tükrünk? Nincs. Sele. Jaj, jövök. Elég. Hát a turkunkor. Fertig! Kész? Ja. Köszönöm, Róka. És? Hát, kafa, kafa, nagyon kafa. Lehet mondani. Jaj, de örülök. Zsuzsa is örülni fog. Ne ülegélj! Még nem szabad. Lalika, vizzel a tenyered. Igen. Buksa, milyen? Jó? Micsoda, el fogsz ájulni, apám. Fiatal, vörös, a derka, mint a ropi, mellem két stranglabda. Honnan van? Béka úr küldi. Elfáradtál, Sanyika? Ő csinálhat egy ilyen párt. No, amúgy baszolda. Van ott egy kis játékgép. Nyerő, vagyis nem nyerő. Figyelj, belragad a pénz, érted? Az, meg neki jó. Na, ezt én szereztem. Na, hol lesz a nő? A tuba alatt. Kettő tapsol, akkor repül a tuba, ott a nő. Jól vagy? Jó. Biztos? Biztos. Biztos? Nem mondom, biztos, hát most mondom. Jó, hát mondjuk strucba dugom a fejem, vagy hogy mondják ezt. Így. Na, várjál. Ne, jó van. Mehetünk. Jó, diszkolok. Zsokés! Zsokés! Na, nézhetek már, fiúk. Pillanat. És se! Jaj, de gyönyörű! Egy kis legény búcsú a járdé. Ja, de nézd, ott a tuba. Igen, a tuba. Akkor kezdjük el csinálni, mikor mondtad, hogy van ez a csaj. Tavasszal. 4 éve. Hát enda! Ez most minden. Kés lakatlan sziget. Tényleg lakat van rajta? Hát ez gyönyörű. Várjál. Mi van, Miri? De csigáltatok már! És... most! A lényeg. És... most! Mennyire fiatal? Le tudja magára dobni a tubát? Hülye, azért nem gyerek. És na, most! Fiúk, de azért nem nő, ugye? Mert Zsuzsa aztán... Most! Tóba lehet húgyozni! Nagyon kell! Hülye neked, mindig ez a bajod. Mennyi mondom el? Ne basztassál már! Tudod, hogy vesém van! Na, ez mindent megmagyaráz. Na, én kidobom a Gangest. Sárga folyó, te hülye! Most! Bazzeg, kurva életbe! Rakod el! Kurva életbe! Rakod el! Hát, ki a néni? Anyáim! Ki a lány? Nem úgy kész ki. Ja, megszerveztem. Kivéve. Róka! Húha! De! Sem már én fogtam ki! Na hozzá! Hát nem gyerek. Max örök gyerek. Kezdj csokkolom. Ez megint jó sikerült, Róka. Te Róka? Hogy a néni jött? Ezt nem tudom. Kezdj csokkolom. Tessék mondani, hogy került ide a néni? Bika úr, üzené, hónap menj be hozzá. Mert a nem nyerőgéppel kinyerték a szemét. Utáltunál a rúgságén! Na. Hol kell táncolni? Cingi? Igen. Cingi? Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, most hazavisszük a nénit. De miért? Csoki. Sanyi? Mi? Haza? Viszám rá! Mi haza? Jaj, de hogy ilyen jó barátai vannak! Jaj, szeretünk Cingiket! Barátság, forever, barátság! Szeretlek, Cingi! Jó van, Sanyikám! Meglepetés, hogy bocs! Semmi baj, ne egyésként már! Azért vannak a jó barátok! Hogy a régen veszed már! Azért, hogy a barátok ennek a más
szöveg, vagy hogy folytatás, vagy valami? Jaj, az anyám úristen, de jól érzem magam! Kurva anyján, te büdös van! Csak itt efinktál? Nem. Dehogy nem. A rohadt életben. Hát a szemem csépi. Jól van, nem kell piszkálni. Ingadni nem kell, az, főleg nem ekkorát, ez egy kapriós. Nem van. Az egészet. Nem van, hagyjad, belefér egy legép. Megáll benne. Azért van. Alá, baba! Kezd a vállam vezetés közben, megkérdezik, nem egyszer. Nem kétszer. Mi volt ez? Megkiszalott! Ez nem a Lezső volt? Ki? Ez meg. Elütöttünk valakit, bazd meg. Mondom, elütöttünk valakit, bazd meg! Én tudom, fiúk, mint hogyha... Rezső arcát láttam volna. Én is láttam, Gaben. Hirtelen letelőttünk. Csatt! Elütöttük. Igen? Igen. Mert te csapkodtad a vállamat. Azért ütöttük el, te hülye. Nem, nem ütöttük el! Na, akkor mégiscsak láttad ezek szerint. Nem? Mit? Hogy láttam volna, amikor ott lengetted ezt a kurva újságot a szemem előtt? Csak én meg akkorát fingott, mint hogyha boncolnának. Rokatának belerőgtél a fülembe. Hát lehet úgy vezetni valakinek, hogyha élesen belerőgnek a fülébe. Ezért mégiscsak te ütötted el? Na jó, a kurva életben. Én most megyek haza, nincs itt se vér, se tesz, se semmi. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hova mégy? Be kell menni a rendőrségre, Gaben! Én nem mennék be, fiúk. Van nálam egy pisztoly. Pisztoly van nálad? Hát most mi van? Mindig van nálam, bazd meg. Tudod, mennyi itt az agresszív hülye barom? Azt a kurva életben pisztolyon ütöttünk el egy rendőr! Sapka! Hát beszarok! Mentőt kell hívni. Sapkához! Na jó, figyeljetek ide. Nyugi, baleset volt. Szépen bemenjünk a rendőrségre, bejelentjük, van ilyen. Na, van. Hogy a pisába mennék be? Annyit ittam, hogy meggyullad a vérem! Egyél valamit! Ruszli, az felszívja. Hiába mondod, hogy egyszer nincs. Nincs hány! Nem pörkölt kávét kell rágni? Az hagymaszag ellen jó. Hagymaszag ellen? Nagyon mutas! Akkor legyen kenyeretnek húst! Várj, a kenyér van meg, fagyott virsli! Adjatok már valamit a kurva életben, amit felszívja ezt a szart! Mond pogácsám, Gaben! Várjál! Várj, jó! Várj, kubotkával nagyon finom! Kubotkával nagyon jó! Mi van? Mi a szar ez? Megvan az ujjám! Várjál, nem kátyám! Mustár! Tartsad, tartsad! Mustár! Kubotkával! Mustár! Úgy van, ez a tuti. Így van. Ja, tedd el. Ubi, mehet a tej? Nem. Ez egy szívó. Biztos, hogy felszívja? Ez. Felszívja. Biztos. Felszívja. Egy Trabantban? Hatam? Ötem. Az is sok. Négy személyes. Négy. Szóval, hányan? Heten. Mi van? Döntsék már el végre, hogy hányan ültek abban a kocsiban. Heten. Heten. Nem heten voltunk. Még engem basszasz. Ruka volt a hatodik. Hát? Az ötödik is ő volt. Ki? Ő tessék hagyni, ő ivott. Nem ivott, evett. Evett. Nem merek, bassz meg, engem itt ismernek. Na tessék, ettem. És... kié a kocsi? Az enyém. Láthatnám a papírokat? Persze. Maga Hodobai... Moszkár? Nem! A fenyemesek! Bocsánat, nem. Ő Oszi tőle vett, vettem. Átírta? Nem, még nem. Adásvételi? Hát, az ott, hogy nem csináltunk. Még. Ki vezette a kocsit? Szerintük én. De voltak zavaró körülmények.
Na csak. Ez telefingotta a kocsit. Egyszer telefingottam egy múzeumot, de akkor még kisdobos voltam. Egészen kisdobos. Akkor anyádban. Te voltál kisdobos? Zánkán. Magán Zánkán. Mi a búbánatos halál, rojtos, véreres farkának a kedvéért jöttek maguk ide? Hát, új lenyomatot fogok venni magukról. Mi a halál történt? Baleseti halál. Hol a hulla? Nem vagyunk van. Mit szólakoznak maguk? Milyen halál? Milyen fing? Ide figyelek. Én előveszek egy papírt, látják, és ide fel fogom írni azt a szót, amit először kimondanak. És ha az nem valami értelmes, akkor én ennek alapján vizsgálatot indítok maguk ellen. És ha bármilyen bűncselekmény történik ma itt a környéken, az én mind a maguk nyakába fogom varni. Rezső. Rezső. Szevasz, Árpikám. Szervusz, Rezső. Mi van, Gázol, fiú? Mi van, srácok? Bejöttetek, vagy behoztam benneteket? Te jó gyerekek elvezek, Árpikám. De mit akarnak? Csak ezt hoztuk vissza. És hát nem is zavarnak. Na, Róka, most gyilkollak meg! Szemét, sunyi Róka! Miért? Csak én hozhattam ide? Hol a franca voltál? Zsaruknál is ott hagytál a szarba. Fuvarba, Lalikám! Mit gondolsz? Ez magától jött ide? Nézd meg, milyen gyönyörű! És működik, Lali! Persze, vidd innen a francba! Hát, te mondtad! Mit? Most nehogy már én legyek a hülye? Na, most elviszed innen az összes szarodat, oké? Okay? Mit? Mindent. A gumit, a roncsot, a mikrót, a szamarat, mindent, oké? Okay? Nézd meg, Lali! Hát alig használt! Mi? Helikopter! Vagy lehet ennyi? Nem, vidd innen a francba. Lali, csak pár nap az egész, aztán beindul, hidd el. Na, meg aztán hoztam hozzá ilyet is, hogy ne ennyi korogjon. Psz, amúgy meg, rádió, ajándék. Hát, szól a káncsa! 6 évvel ezelőtt idehoztál egy kiló medgyet, azt mondtad, itt hagyod, leraktad a sarokba. Kinőttek a fák, kivágtam, rendben van, bazd meg. De ez a körhinta, ez soha kurva életben nem fog itt gyökeret verni, világos? Nem gyökeres, kerekes. Csati, Sanyi, Csati, Tigris. Rezsőt szegényt már, ugye, hogy mikor temetjük? Rezső él, semmi baja. Hogyhogy? De jó, él! Jaj, de gratulálok! Na, hála Istennek! Na, ugye milyen jó, hogy nem mentem volna oda veletek akkor? Nézd meg! Mi ez a vúsli? Boldog! Pakolj! Adjál már egy barackot! Megtalál egy szilvát! Ja, csak gyümölcsnapot tartasz? Ja. Ja, meg cseresznyét is. Gaben! Hogy vagy? Fosok a fagyos habos vízlitektől. Amúgy nagy voltál. Mondom neked, én onnan még nem jöttem ki ilyen gyorsan. Tehát voltam benne egyszer. Nem kétszer, te hülye, mit teszel? Tudom én. Sárga, borsó. Nyugi, anyám is tud olyanokat, hogy... Te, bazd meg. Ez legalább 10 éves. Anyám meg 80. Ázd a kurva életbe. Vegyél, Gyugi. Öltöny felső, fényes lépő. Hát mondjuk én is kiöltöztem. Na, mikor vesznek el? Csak délután. De... Előtte gondoltam, kinézek. Lalikám, tényleg csiki?
Nem. De hogy ciki, kurva gáz. Jó, maradjál már. Halikám, találkozz az apukáddal. Azt mondja, hogy jönnek busztal ebédre. Szervusz, Róka. Hajad. Ezt most hagyjuk. Jáva. Hát ez meg... Nem hagyhatnám itt Lalitán. Húrzli, apám, húrzli. Aranyhal. Lubic, hármat kiválhatsz. Tényleg? Várjál. Vidd a picsába, vidd a picsába, vidd a picsába. Na, ez nem te vagy, Lali. Te az vagy, hogy persze, testvérem. Mindjárt találok neki helyet. Itt. Várjál, megállnám már magad. Inkább mindjárt visszajövök hozzá. Hát életbe. Ember! Hát mit csináltál velem? Mit mondtam neked, Róka? Hogy nem akarod ezeket itt látni. Jó, mondom, ez a hepped. No, de ide most nem látsz rá. Itt nem zavar, nem? Nem ezt mondtam. Jó, lehet. De most itt nem zavar, nem? Figyelj ide. Elegem van, ezt nem bírom tovább. Azt nem bírom tovább. De soha semmi nem változik, bazd meg! De... Hát évek óta ugyanarról beszélgetünk. Soha semmi nem változik. Én mondom neked, ne hozd ide. Te mondod jó, aztán idehozod. Én a mindig ugyanarról beszélő ember vagyok. Te pedig a mindig minden idehozó ember. Nem akarsz egyszer a büdös életben a valamit elvívő ember lenni. Hát nézd oda, azt kéne elvinni. Látod, oda, azt hoztam, kéne elvinni. Lami. Nézd ezt ott, látod? Szevasz apa, vigyél el ide minden. Nem akarok veled többet erről beszélni, vissza innen! Ha, mit szólsz? Szavasztok, jöperek! Bicsi! Kicsit eltévedtem. Ezek ma olyan éhesek, hogy besárgultak. Adjál nekik enni. Azt mondtam nekik, hogy egy betyár romantikás magyar csárdába hozom őket. Minden jó! Sayonara! 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 Szavasz, Csikáró! Van minden! Sayonara! Kenyérrel? Na, felé, rizssel! 67-ben volt egy ugyanilyen mongol csoportom. Na persze, az delegáció volt. Mi a csoki, mit csinálsz? Tudom, rizssel. A rohadt életbe! Add már vissza! Bocs! Bocs. Jól van, figyelj, de... Na, hát, jó étvágyat! Teljesen hülye vagy. Mi van? A sárga borsó. Én mondtam, mi van? I'm a big boss. Két lángos, te mit kértél? Ne hagyj így csábarra. Engedd a bazd meg, részegyre van. Mi van? Kányom a kölyintábot átjoljon. Gentlemanek! Enyém! Pillanat, gyerekek, mi ez a negere? Inegere? Tudjátok micsoda? Kérlek szépen, mosolyogjatok. Én is. Na, itt van, neked itt van. Ez a hamburger. Ez egy, figyelj, most itt tartok. Adjál egy kis idő kell. Ha nem ingyen van. Segítsél, fogd meg ezt. Fogd meg. Én kenjem meg. Segítsd, vagy itt, Lalika. Te is. Lali! Várjál már! Hamburger. Ez a gyors. Figyé! Kicsit lassú vagy. Gaben! Lassú vagy, apa. Megszállás, Csikán. Megszállás! Pisztácián nincsen, paprikán. A hamburger ott van, men. Gyerekek, pillanat, picit türelmet. Lali, van, apám. Nem kell itt bemutatkoznunk, ugye? Valami baj van. Rezső él. Nagyon is. Épp erről volna. Folyó évezred elején rendkívüli esemény. Bocsássák, kollégát de... nyert, majdnem kilépett. Szerencsejáték mindér van? Szégyen. Rekonstruálunk, sorsatyek,
Hol vannak? Hogy történt? Sors vegyed. Tessék. Kaparok. Mondjuk ő fizetett. Fizetett. Alika, ne haragudjon, ne haragudj, de neked... De, te, te az érezd neked, neked most jó. Csoki! Cici, Gringi! A tandeme, bocs, ne haragudj, de... Semmi, jó. Bocsásson meg, de most... Cingi! Na, bocs. Fede! Fede! Mi van, Sanyika? Feleség, cipelő, versenyre várjuk a jelentkezőket. Fél, a gólyára! Hoppá! Nehogy a nyertes te legyél. Főnök! Főnök! Nem látod? Főnököt! Várjá! Átugom! Nincs már főnök. Kályása! Vigyázzál, vigyázzál! Főnök! Főnök! Nincs meg a főnök. Hoppá! Hát Lávi! Hát látod? Ha kaptam láváját! Főnök! Nem baj. Hoppá! 5000! Nyomjad már a féket, kisember! 400, az anya, 400. Maga még mindig kaparni tetszik? Na, 36400. Hát? Kérném? Hát, miből? De... Ez lehet, hogy több. Nézd a cerebe. Idegenrendészetileg érdekel. Na jó, nem láttam. Sanyika! Baj van? Többiek? Ez lévő kicsi bűvés. Tényleg beszélgessünk meg, kicsit csücsüljél le. De minek jársz ide? Nem mondassál már. Jó, mondom, nem, mondom, minek? Szeretem a levegőt. Minek jársz ide? Adj engem béke, jó? Ajajaj, vagy picit. Na, három lehetőség adok. Az egyik az, hogy ma eláslak, vagy pedig jövő héten áslak el téged. Kitásoltál? Igen, vagy pedig elfogad ezt a birkát, érted? Na, sőt, tudod mit? Játsszuk azt, hogy mondjuk elveszek egyet, és akkor már csak 990-et kapsz. Érted? Számolok, minden számlát buksz egy tízest. Ez Willi? Mind. Jó, akkor most már csak 980. Ennyit kapsz ezért a szarért, világos? Te most megveszed? Meg, hát 970-ért. Ami most már csak 960-at ér, mert itt szépen bukkod a tízeseket. Tehát most már csak 950, és most 910. Várj, ez azt mondtad, hogy tízesével ugrik, és 950 után 910. Így látom, 900, 890. Figyelj, várj. 880. Gondolkodj egészen bátran, most lett a 870, érted? És most a 860-as. Nem, várj, egy percet kérd, jó? Nincs egy 850. Várjál már, várjál. És a 840. Nem, állj, nem, bocs, tiéd, 830. Tiéd, nem 830. Igen, előbb elkezdtem bólogatni. 9 fölött elkezdtem bólogatni. Milyen fölött? 9 fölött mennyivel, apukám? Mennyivel? 9-10. 9-10, édesanyád, itt van 900, tessék, rögtön. Szevasz, gyere már vissza portásnak, jó? Jó, van. Spartacus! Usza! Annyira lényán! Na barátok, ez itt a Gitta lakópark. Lehet fotózkodni. Na, üdvözöllek benneteket a paradicsomomban! Megmutatom nektek az én álmaimat, testvéreim. Na, azt mondja, hogy ide kerül egy 80 lakásos társaság, erre a részre,
itt, ennél a kis útnál. Itt lesz a wellness, és itt, a kis hídnál, ott lesz a fitness. Valami nem stimmel. Latoszban van itt hét. Kávét nem kér. Lali, Lali, papi. A hídnál. Hát ez nem itt van, kisfiam. Nem itt. Ez nem az a tó. Az oda át van a nádornál. Itt nincs semmi. Mi van? Kávét nem kér. Mi csináltam? Te faszod tette oda azt a kurva táblát? Köszönöm szépen. És hogy sem a kamerámhoz. Bizonyos okokból. Ennek én nincs turista. Érdekes miért? Na, az ázsiai kultúra befolyása egy mikrokultúrség életére. Nézzük meg közelebb. Tudom én, hogy ez be fog indulni. Tessék! Hé! Én nem tudom, hogy van ez, de itt valami nem stimmel, érte? Ez a terület nem az enyém. Én nem tudom, hogy kitette ide a táblámat, de én itt nem fogok építeni, érted? Ez nem az én területem, érted? Ha nem, hát az ilyen lallen. Tudom, miért az. Beletéptem a kurva anyába. Öt Milka. Soha. Öt Milka. Rohadt fel, a kis tető. Kacsit neki, kis hajók. Megőrül. Hát mondjuk, hogy számítottam. Öt millió tettem, öt millió tettem. De úrra bugál. Neked is feléd is. Rohadt el, meg süllyedj el. Számúj. Gyertem öt millió, tessék. Nem hiszem el. Ez azóta úgy adik.
De furcsa. Halljátok? Mi? Mi? Hát még nincsen. Apám. Főnök! Mindjárt más. Főnök! Mondjad, Csanyika, mondjad. Hol van a tízés? Mi van itt? Nem látanak. Mi se látunk. Főnök, nézd át, ott van! Ó, főnök, ott figyelj! Ott visz, Csacsi! Basz, ott van. Ott van. Ávittá! De zsarul. Mekkora? Megveszem. Hát de hülye vagy, Róka. De nagyon. Mit szállítja? Na, egyszer kijutunk ebből a szarból. Hé, hófehérke, figyeljél már! Hallod, nem tudod, mi van? Hát helyezkedjünk el, és helyezkedjünk el hosszabb távra. Parancsosok a hőt, köszönjük, parancsolj. Akkor maradunk, vagy? Miért enyém a fürdőszoba? A kezeidben sorsjegy voltam, azt csúgtad, ez a világ az enyém. Ha lekapartad a mázat róla, ne felejts mosolyogni, ez a nyeremény. Ez a kabát, ó, mennyit hordtam, örökre belevarva a remény. Neked adom, most jól fog jönni, hiszel a sikerednek majd a melegét. Úgy képzeltük, leesik a porba, leborul elénk a mindenség. Épp úgy várunk, gyerekesen állunk, ha bejön a bónusz, felnőnénk. Úgy képzeltük, leesik a porba, leborul elénk a mindenség. Épp úgy várunk, gyerekesen állunk, ha bejön a bónusz, felülnénk. Sen állunk, ha bejön a bónusz, felülnénk. Ide figyelj, most messze voltam, Bizsúban utazom és hitelén. Keveset ír, de ingyér kaptam, haverom mindenható, mindent megígér. Úgy képzeltük, leesik a porba, leborul elénk a mindenség. Gyerekesen állunk, ha bejön a bónusz, felnőnénk. Kirepül a mázlina, nem magyarázni, ha így beszorult ez a fejlődés. Na ide vigyázz, ugye úgy kell nyerni, az angyali szívem a szerzőt. Yeah.
ágyó. Pák vagyunk. Mi van rókával? Csak lehet, hogy nem de nem is jó. Hát,